Jó estét kívánok, ez a Bánó és Bolgár, a műsor mai vendége Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, aki a felvétel, ez mindig szerdán történik, felvétel napjának reggelén tulajdonképpen a Facebookon az első poszt, amivel összetalálkoztam, az éppen Lendvai Ildikóé volt, aki azt elemezte, hogy vaj, mi lehet az oka annak, hogy Orbán Viktor március 15-én nem a Nemzeti Múzeum előtt, ott, ahol elszavalták a nemzeti dalt anno 1848-ban, hanem az idei évben azért, mert Petőfi 200 éve született, Kiskörösön Petőfi szülőháza előtt fog beszédet tartani. Ez nagyon meglepte? Igen. Igen, azzal együtt, hogy már edzésben lehettem volna, hiszen október 23-án is Zalaegerszegre ment, és persze a tábor azt mondta, hogy ez a vidék megbecsülése, amit mi ellenzékből nem értünk, de hát végül is, ha 20-30 éve nem becsülte meg ilyen módon a vidéket, akkor az ember mégis gondolt akkor is valami másfajta okra, hát méghozzá arra, hogy a gazdasági válság idején azért egy budapesti tömeggyűlés nem biztos, hogy olyan baráti közeg számára. Hát a Zalaegerszeg is volt az, mert volt ott egy nagy tüntető csoport, igen, meg azért, akiket kordonnal elzártak. Igen, meg azért ott kordon is volt, ez Budapesten kevésbé lehetséges, de ezzel együtt sem számítottam a március 15-i hagyományos helyszín feladására, hiszen amióta világ, és nem csak amióta Orbán Viktor miniszterelnök, a központi ünnepség, hát a szimbolikus és részben valóságos helyszínen a Nemzeti Múzeumnál szokott lenni. Persze Petőfi évforduló van, és ezt én is tiszteletben tartom, de attól, hogy ő délután 3-kor, mert mintha úgy láttam volna, hogy akkor tart Kiskörösön ünnepi megemlékezést, attól még például délelőtt 10-kor vagy 11-kor vígan tarthatná a Nemzeti Múzeumnál, de nem így van, hanem a kulturális miniszter áll ki beszédet mondani. Hát ez nem lehet véletlen, még ha már hallom előre a kórust, hogy mert mi csak ugatjuk Petőfit, és nem tiszteljük eléggé az emlékét, de mondom, a kettő gyönyörűen összeegyeztethető. Nem lehet, hogy ő is unja, nem csak mi, hogy megint ott van a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, zászlók, népi együttes, táncegyüttes, akármi, megszervezett tömegek. Már azt mondtad, gyerünk, menjünk valami új helyszínre. Legalább azokat a fiatalokat, akik ott lesznek a szülőháznál, azokat nem kell megfizetni, mint tapsoló statisztákat, akikről rossz kiderül. Rossz indulatú vagy, nagyon rossz indulatú. Így van, de hát a kultúra is... Csak idézem a korábbi éveket. De a kultúra is miniszter mögött is áll majd nyilván egy fiatalokból álló sorfal, de tudom, hogy nem komolyan mondtam. És azt... ez sem egészen komolyan hangzott el, gondolom én, de én még olyat nem láttam, hogy Orbán Viktor olyan rendezvényt unt volna, ahol ő a főszónok. Tehát nem nagyon valószínű. De mégiscsak valahogy a közönséggel, vagy a föltételezett társadalmi hangulattal való viszonya kellett, hogy miért gondoljuk, hogy fél valamitől, vagy tart valamitől? Nézem a legutóbbi közvéleménykutatásokat. A Fidesz stabilizálta, sőt, még megint kicsit egy kicsit növelte is a támogatottságát, és ez a biztos választók körében meghaladja az 50%-ot. Újból kétharmad. Budapesten nyugodtan összejöhet megint több tízezer ember, anélkül, hogy aggódnia kellene. Össze is jött volna, és én sem hiszem, hogy a hatalmát kell féltenie. De azért Budapesten egy nagy és hát szűrhetetlen, tehát ott nem lehet kordont állítani igaziból, szűrhetetlen tömegből talán több bekiabálás lehet, talán az ellentüntetők közelebb mehetnek, mint mondjuk Zalaegerszegen, tehát nem hiszem sajnos, hogy a hatalmát kell féltenie, de valószínűleg olyan kellemetlen élményekre számíthat, amit még egy tévéközvetítésből is, egy élő közvetítésből nehéz kiszúrni. Tehát nem hossz, vagy hogy mondjam, nem drámai félnivalója van, szerintem sem, de
kellemetlen incidensek itt jobban bonthatják azt a képet, hogy a magyarok döntöttek a szankciók ellen, mert 97%-ban, szóval itt azért jobban 97,4 hogy esetleg 4%-kal mégis kevesebb az a 97,4. Igen. Én is azt gondolom, hogy az incidens és az erről szóló hír az, ami neki nem hiányzik. Igen. Mert azt majd nyugaton is fölkapják, hogy azért voltak elégedetlenkedők, stb. Igen, ez pontosan így van, és egy valami újdonság azért van most a politikában Orbán Viktor körül, ez nem az ő még mindig tömeges, vagy bőven többségi népszerűsége, hanem kicsit több helyen repedezik a fal, ahol ő eddig úgy hihette, hogy a hátát azoknak a falaknak neki támasztotta. És most nem csak a nemzetközi vonatkozásra gondolok, nem is az Európai Unióra, hanem mondjuk a lengyel vagy az olasz partnerekre, akiknél, hát megint csak ezt a szóképet kell mondanom, hogy repedezik kicsit a fal. De hát épp ahogy a liftben jöttünk, felbeszélgettünk is róla, hogy mintha a legszűkebb, lojálisabb kormánykörből is furcsa hangok hangoznának. Önök mesélték éppen nekem, mert én nem voltam napra kész a mai Matolcsi felszólalást, de hozzátehetem mondjuk aktualitásként Németh Zsoltot, aki nagyon piánóban és nagyon udvariasan, de most már folyamatosan mást mond a külpolitikáról, mint ami az Orbáni külpolitika. Vagy nem mond mást, mert végeredményben, amikor Orbán odáig jut, hogy most támogatjuk akkor a svéd és a finn NATO csatlakozást, akkor vagy Orbán nem. Hát én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell, csak hát ezek az önálló fideszes képviselők, hát meg kell őket is nyugtatnunk. Erről híresek, szóval hogy igen. Mennyi? Képzelem azt a sok bátor fideszes képviselőt, amelyik úgy gondoltam, na most végre most megmondhatjuk, és igen. Na mindegy. De Németh Zsolt is végül is azt írta meg többször is, meg többször finom mondatokban elmondta, hogy hát nekünk azért ehhez a nyugati atlanti körhöz kell csak. És Orbán végeredményben, miközben állandóan üti-vágja a nyugatot, azért ezt elfogadja. Csak annyiban nem is vitatkozom, hanem hozzáteszem ehhez a mondathoz, hogy elfogadja. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ha épp esélynél van, hát így kell fogalmaznom, akkor nem akarhat kilépni az Európai Unióból, legfeljebb fesegeti a dolgot. Vagy jól gondolom, vagy nem. De azért arra is fölhívnám a figyelmet, hogy ezzel együtt Orbán deklaráltan interjúkban, beszédekben egyre inkább olyanokat mond, hogy rossz dolog a tömbökhöz tartozni, hogy nekünk valahogy a kettő között kell lenni, ami hát mégiscsak azt jelenti, hogy nem kell ehhez a szövetségi rendszerhez erősebben tartozni, vagy viszonyulni, kapcsolódni, mint a másikhoz. Tehát ez azért nem a Németh Zsolti szöveg, noha nem akarom nyilván túlértékelni a Németh Zsoltát. A magyar társadalom jelentős részének gondolata vagy gondolatvilága, hiszen itt nagyon sokan, még akár baloldaliak is úgy gondolhatják, és hatták, és most is így gondolják, hogy milyen jobb volna nekünk tulajdonképpen a kettő között. Egy semleges pozícióban az osztrákok is meg tudták csinálni, hát még a svájciak, Orbán külön kitért a svájciakra egy svájci lapnak adott nyilatkozatában, hogyha olyan földrajzi helyzetben volnánk, mint Svájc, hát akkor... Tehát hazafelé játszik itt mindenben. Van ilyen, még jó régenre, múltamból bevalva, amikor annak idején Hornyula először a magyar politikában pengette, hogy a NATO-ba be kéne lépni, még én magam is szocialistaként elrémültem, hogy hát miért nem inkább semlegesek leszünk. Tehát van minnyájunkban egy ilyen történelem után érthetően egy ilyen késztetés, csak hogy Orbán is pontosan tudja, hogy
minél kiélezettebb a helyzet, annál inkább szükségünk van egy szövetségi rendszerhez, hogy nem mondjam tömpös. Lásd Finnországot és Finnországot, amelyek semlegesek, csak éppen rájöttek, pedig, hogy nem tartható. Pedig náluk jóval nagyobb hagyománya volt ennek. De ennek az egész útnak én nem látom az értelmét, és nem látom az indokait. Mert amikor most nincs ugye is. Tegnap már Svédországban ott volt ez a Hende által vezetett nem parlamenti delegáció, inkább állparlamenti, delegáció, mert hogy ebben van két európai parlamenti képviselőknek semmi köze majd a ratifikációs szavazáshoz, mert ők nem is szavazhatnak. Tehát marad két olyan ember a Fideszből, de ez egy fideszes delegáció. Oké. De Hende Csaba, hogy mondjam, hatalmas derülátással nyugtázta, hogy Svédországgal milyen jó a viszony, meg ott nem is hozták szóba tulajdonképpen a kifogásokat. Most elmennek Finnországba, már megérkezvén elmondta, hogy a magyar parlament egy kis párt kivételével támogatja Finnország NATO tagságának ratifikálását. Akkor minek tetszettek jönni? Na, ezt szeretném, hogyha erre esetleg rájön közben, hogy minek ment ez az egész delegáció, és miért volt szükség erre a színjátékra a frakció ülésén úgymond, mert azt se lehet tudni, nem szivárgott ki semmi, de én tényleg annyira, már lehet, hogy a Gyuri írói tollára kívánkozik ez, hogy ez hogy zajlott le a frakció hát ülésén. Nyilván nem egy sehogy. Valaki fölszólt, ha meg sem, akkor hazudnak? Nem, Orbán. Hát reggeltől estig. Ilyet is láttam már. Orbán Viktor előadta, hogy itt a NATO ügyben, hát azért... Akadhatnak jogos kételyek, és akkor biztos megtette a frakcióvezető, hogy jelentkezzen szólnak, és mondja, hogy igen, nálunk a frakcióban is vannak azért aggodalmak. Tehát minden lépés előre megtervezett. Hát persze, na de... Na jó, de épp ezért tűnik röhelyesnek, hogy ott, ahol minden lépés erőre megtervezett, pont egy ilyen szituációban föláll 3, 4, 5, 10 lázadó képviselő. Hát, ha egyáltalán fölállt valaki, akkor azt is megtervezték. Persze. Nyilvánvaló. De szerintem a delegáció tagjai is pontosan tudják, hogy egy színjáték részei. Hát ezt, ahogy mi kitaláltuk, ők beljebbről még jobban látják. Hát még legjobban nekem az a humorisztikus magyarázat tetszett, már nem tudom melyik újságíró, melyik lapban tudta, hogy igen, a Fidesz frakció természetesen támogatja a két ország NATO csatlakozását, de volt, aki még nem járt Stockholmban. Na most nem erről van szó, én is tudom, csak jelzi a dolog irracionálitását. Ezt részint itthonra kell eljátszani, hogy védjük a nemzeti becsületet. Másrészt meg azért minden időhúzás jó gesztus Törökország és Putyin felé. Persze meg fogják szavazni a végén, nekem nem tehetik meg, de hogy nem szavazzák. Meg csak kitolják az utolsó percet. Akkor van nekem egy ilyen magánjellegű elméletem, hogy emögött Kövér László van. Hát ha Kövér László nyilatkozatait megnézzük, aki elmondta, hogy nevesíthető károkat okoz majd a csatlakozásuk ezeknek, meg hogy ezek két skandináv ország korábban válogatott jelzőkkel sértegette Magyarországot, ezzel pedig számszerűsíthető veszteséget okozott hazánknak. Hát lehet, hogy Kövér fölállt ezen a frakcióülésen, és azt mondta, hogy na hát azért most már csapjunk az asztalra, hát nehogy már csak úgy besétáljanak a NATO-ba. De Kövérnek van egy bizonyos szuverenitása a Fideszen belül, ez igaz, de szerintem az úgy történik, hogy ő megmondja Orbánnak, hogy ő a frakció ülésen jelentkezik. Senki nem jelentkezik be valamiféle lázadásnak minősíthető. Kövér pláne nem. Igen, gesztussal, hogy igen. Na, én azért ezt nem támogatom. Én követelem, hogy ez ilyen is. Ráadásul valóban, ha Kövér, ha nem Kövér, azért itt két érvrendszer zagyválnak össze, mert az egyik érvrendszer a látogatás indoka mögött elsőbben az jelent meg, hát ez a nemzeti becsület, hogy ezek sittak minket, miért tennénk meg azt a szívességet így? Igen, a külügyminiszter. A külügyminiszter. Hát igen, nem is valaki. Szívesség, hogy erősödik a mi saját katonai tömbünk, de hát most már a képtelen fogalmazásba bele sem megyek. Most ez a belső közvéleménynek eladott fő indok, de közben valóban keveredik azzal, hogy ettől függetlenül se jó dolog, ha belépnek, mert akkor ez egy háborús provokáció megint csak Oroszországgal szemben, ami még veszélyesebb. De hát ha a szívességről van szó,
ezt, hogy szívességet teszünk, ezt már gyakorlatilag július 14-én, amikor beterjesztették a parlament elé, akkor már akkor is ugyanez volt a helyzet. Nem azóta tettek különböző nyilatkozatokat Finnország vagy Svédország részéről, akkor minek terjesztették a parlamentet? Akkor nem zavarta őket ez az egész szituáció? De, mert azt hiszem, hogy ott hibázunk mindnyájan, hogy valami rációt vagy politikai logikát keresünk, egy más célokat szolgáló színjáték. Vagy más sikon keresünk, mert van mögötte politikai ráció. Persze. Igen. Csak az egész de más. Nem szó szerint kell érteni, hanem egy egész más. A maga módján ügyes és eredményes is ez a politikai ráció. Pontosan, mert végül is nem viszi kenyértörésre a NATO-val, ezt mindnyájan tudjuk, az még kevésbé fenyegető veszély, mint az Európai Unióval, hogy a NATO-ból akarjon kilépni, ahhoz már tényleg őrültnek kéne lenni, és azért erről nincs szó. Tehát a végén meg fogják szavazni, hát ezt mindhárman az előbb így gondoltuk, és azt hiszem, hogy igaz, fogadni mernék rá, mondjuk hát így. Hát nagyon nagy baj lenne, ha nem így történne. Igen, de nem akkora baj nem lesz, elég baj van, de le akarják aratni a belpolitikai babérokat, és hát ez ahogy a kurucos már, magyar, mi megmondjuk. Az igen, mi megmondjuk a svédeknek, meg a finneknek is, akik megjegyzem, soha semmivel nem mondtak többet a magyar demokráciáról, mint bármely ország már szinte az Európai Unióban. És hát azért én mégiscsak azt hiszem, és ez azért megér még egy mondatot, hogy Putyin és Erdogan felé sem olyan rossz gesztus, hogy amíg lehet tetszettek látni, amíg lehet mi ellenállunk. Én azt hiszem, hogy a törökök is be fogják adni a végén valamilyen egyesség alapjának. Hát, megkapják az F-16-osokat Amerikából, akkor... Hát, igen, akkor még lehet, hogy ennél olcsóbb áron is, ezt nem tudom. Igen. De az viszont érdekes, hogy Putyin felé még egy ilyen gesztusra szükség volt, már a putyini magatartás érdekes, itt nálam különböző, akár nemzetközi kommunikációkban jártasabb emberek ülnek, de azon egy pillanatra eltűnődtem, hogy mitől van az, hogy Putyinék, mármint az oroszok most velünk is eljátszották ezt a szigort vagy negatív gesztust, hogy a diplomata útlevélhez is kell majd vízum a magyaroknak is, ha bejönnek. Hány emberről lehet szó? Én nem úgy gondolom, hogy ennek valódi súlya van. Nem hiszem, hogy a Seattle nem fog tudni kiutazni. De azt, hogy ezt nyilvánosságra hozták, ez mégiscsak valamilyen üzenet. Ha nagyon bonyolultan gondolkodom, akkor persze lehet összjáték Orbánnal, hogy azért nincsenek ők olyan jóban, ezt jelezni kellett, de ez szerintem már magam is túl bonyolítanám. Valamit szerintem apróságot, nem valóságot jelezni akart Putyin. Sokan azt mondják, hogy az azért nem tetszik neki, hogy Orbánnak előbb-utóbb csak el kell menni Kijevben, mert már nem fogja megúszni lassan a dolgot, és hogy talán ezért akart egy jelzést. Akármiért, de nyilván Orbánék úgy érzik, hogy nem lehet Putyin felé elég gesztust tenni ahhoz, hogy őt kielégítsék, és ez az időhúzás most egy újabb gesztus. Csak hogy van még egy... Nem lennék Orbán Viktor helyében. Csak itt van még na egy most vékony... Ez majdnem igaz egyébként, mert ő ebben a viszonyban, bocsánat, szorult helyzetben van. Más volt még egy ilyen, vagy van még egy ilyen vékony szál ebben az egész svéd úttal kapcsolatban, meg a finn úttal, de különösen a svéd részével, nevezetesen, hogy amiről eddig nem tudtunk, csak úgy, hogy úgy értesültünk, ahogy tegnap Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter, honvédelmi miniszter nyilatkozott, aki véletlenül pünkt most ugyanebben az időben tett látogatást a Gripeneket gyártó cégnél, és ott hát tulajdonképpen azt mondta, hogy itt minden rendben van, nekünk továbbra is nagy szükségünk van a Gripenekre. Szeretjük egymást. És akkor leesett a tantusz, hogy hát ha mi sokat vacakolunk a svédekkel, akkor azok majd, mit tudom én, nem szállítanak a Gripenhez. Látod, ilyen ez vagy nem olyan... vagy látja, ez nem jutott eszembe. Ilyen vagy olyan alkatrészt, azt majd jó megnézhetjük magunkat. Tehát ezért se érdemes olyan nagyon kötözködni ezekkel. Hát ebből is látszik, hogy nincs ez igazán komolyan gondolva, hogy ilyen magyartalanul fejezzem ki. Háttérnék, ha lehet, az ellenzék sanyarú állapotára. Nincs elég bajunk. Igen. Mert, de a Gyurinak ez a veszélyparipája minden alkalom.
szemrehányást is tesznek neki a rádió hallgatók, szerintem alaptalanul, mert ez az én nagy kérdése, hogy mi van az ellenzékkel. És kellene valami, hát nem megoldást, az messze van, de valamiféle olyan utat találni, amin el lehetne indulni, és nem látom, illetve egy utat látok, a DK Gyurcsánnyal, az Élen, meg Dobrevvel, azt mondja, hogy mi erősödünk, és ez fogja meghatározni az utat. És vannak erre utaló jelek, vannak belépő politikusok, még képviselők is. A közvélemény kutatási eredményekben ez nem látszik, de lehet, hogy előbb-utóbb látszani fog. De azt azért senki se képzeli, talán még a DK sem, hogy 2026-ra eljutnak odáig, hogy lényegében egy párt fog szemben állni a Fidesz-szel. Ez azért valószínűtlen. Mit csinál a többi ellenzéki párt, azon kívül, hogy kétségbe esetten kapálózik, mert más nem látom. A kétségbeesésben osztozom, de méghozzá, ezzel most nem vigasztaltam meg senkit. A kapálózásban nem. Hát ki tudja, már az ember mindenfélét gondol kínjában, tehát akár még ebben is. Ezt a mostani állapotot szinte kilátástalannak látom, csak abban lehet bízni, hogy azért a választások közelettével valami oldódik. Nyilván létezhet olyan képlet, hogy egy párt szívja magában a széttagolt ellenzéki oldalon a többit. Ha rajzolni lehetne most egy párt szerkezetet, akkor én is szívesen rajzolnék olyat, hogy van egy vagy legfeljebb két párti. Hogy van egy demokrata néppárt a másik például, oldalon. Igen, ideális lenne. De hát nem rajzolunk pártokat, hanem már újakat, hanem ezek megvannak, és én nem tudom egész pontosan, hogy mit gondolnak a DK-ban, sok barátom, ismerősöm van ott, de ezzel együtt nem értem a dolgot. Azt nem hihetik, hogy az összes ellenzéki szavazó egy adott pillanatban lelkesen a DK-ra megy szavazni. Lehet, hogy a belső eloszlás változik. Lehet, hogy tovább erősödik a DK, mert ennek választói oldalról még nincsen igazán jele, csak szóval még az nem látszik, hogy az átment politikusok választókat is hoznának, de hátha. Hátha a mostani biztos szavazók között meglévő 20% felmegy 30%-ra. És akkor mi van? Szóval, ha az ellenzéknek egy része, lehet, hogy kisebb része, de csak nem hajlandó a DK-ra szavazni, és hogy ebben igazuk van, vagy nem, hogy van ebben gyújtsófóbia, vagy nem, az a végeredmény szempontjából mindegy, nyilván van benne ez is, meg nem csak ez van benne, akkor abból itt nem jön ki olyan választói arány, hogy a Fidesz le lehessen győzni. Én azt nem tudom követni ebben a DK-s logikában, hogy okos emberek vannak ott. Tehát valami kis aggodalmuk csak lehet, hogy a teljes ellenzéki tábor nem fog semmiképpen se besorolni. Akkor meg mi van? Ugye nem arról van szó, kérdem könyörögve és költőien, hogy bekalkulálták, hogy 24-et is elveszítjük, meg 26-ot is, és nem ez a tét, mert nem éljük túl. Hát nem lehet, hogy így lesz, csak mégis azt hiszem, hogy az már olyan jóvá tehetetlen veszteség volna az országban, gazdaságilag, politikailag, mentalitásban, kultúrában, a kultúra szót most általánosabb értelemben használva, morálban. Hát már én mostantól is nehéz helyre állítani a dolgokat, de onnantól majdnem lehetetlen. Tehát én mégiscsak azt mondom, hogy tudom, hogy lejárt lemez, de mégis mindent meg kéne próbálni egy olyan szerkezetre, ami valamennyi vagy a legtöbb ellenzéki szavazót képes mozgósítani. Ez pedig belátható időn belül mégiscsak egy szövetség, gondolom én, és nem egyetlen párt kiemelkedése. Mi az út ehhez? Ellenzéki kerekasztal? Igen. Vagy nevezzük akárhogy, de az ellenzéki pártok DK-val együtt, vagy esetleg egy ideig még nélküle, igen, de legalább a másik öt együtt azt mondja, hogy szeretnénk ezt csinálni, igen, és közösen elhatároztuk. Nem hogy az volna nyilván az ideális, hogy a DK nélkül, de manapság ez a reális. Tehát, hogy legalább a többi párt kezdjen el beszélgetni egymással, abból a célból, hogy aztán együtt tudjanak a DK-val is beszélgetni. Tehát nyilván nem, én nem gondolom, hogy DK-t, vagy akár Gyurcsány Ferencet ki lehet törölni a magyar politikából. Megharcolták a helyüket, ott vannak. Történelmietlen kérdés.
kérdés, hogy mi lenne, ha nem volna Gyurcsány. Van. Még meg is dolgozott érte, tehát nem is érdemtelenül van. Tehát nyilván, ahogy azt gondolom, hogy a DK-nak sem megy a többi ellenzéki csoport, párt, civil szervezet nélkül, fordítva is gondolom, vagy pláne gondolom, hogy a DK nélkül, és igen, annak mostani vezérkara nélkül, mert ez van, megint csak nem lehet sikert elérni. De ha már a DK most egy másik taktikát vagy stratégiát választott, azt se tudom, hogy átmenetileg-e, hogy csak arról van-e szó, hogy megerősödnek, aztán majd ők is szóba állnak a többivel, csak a belső arányokat akarják saját javukra módosítani, vagy ezt örök időkre szánják, nem tudom. De azt tudom, hogy ha haton hat felé, vagy heten hét felé, vagy már nem tudom hányat kell számolni, megyünk, abból nem jön ki semmi, tehát legalább annak kéne egy asztalhoz ülni, akinek jelenleg nincsenek kibékíthetetlen rivalizálási szempontjai, ez pedig a többi öt párt, tehát ebben is van illúzió, mert nem biztos, hogy a Jobbik most éppen ezt szeretné, de hát azt kell mondanom, hogy viszonylag kisebb most a jelentőségük az ellenzéki térfélen, és ezzel nem elítélek valakit, hanem egy adottságot mondok. De akik legalább talán szót tudnak érteni, és magyarul mondom, akiknek igen, vannak közös részérdekeik, akár a DK-val szemben is annyiban, hogy ne tűnjenek el. Többen nem kell, hogy részérdekük legyen, azok üljenek le. Amikor a 2022-es választáson az ellenzék vereséget szenvedett, akkor rögtön felerősödtek azok a hangok, hogy hát igen, ennyi párt biztos nem kell az ellenzéki oldalon. Hát csak mindenki ehhez úgy képzeli, hogy a másik szűn meg. Ez meg, az, hát, hogy ehhez képest semmilyen olyan fúziós lehetőséget nem tapasztaltam, meg nem is látom előre, hogy majd valakinek ez eszébe jutna, hogy azok a kis pártok, akik mert mindenki majd a 24-es európai parlamenti választásra vár. Na most, ha ott ki fog derülni, hogy se ez, se az, se amaz kis párt nem fog önállóan egy jelöltet legalább bejutatni, akkor ezen csak el kéne gondolkozni, hogy még ez a további önállóság, ez a makacs, önállóság, ez nem fog eredményre vezetni. Azért annyit kinézek a volt kollégáimból, már most a politikusokat nevezem így, bár nem személy szerint volt mindegyik a kollégám, hogy számolni tudnak. Csak ebben a tekintetben egy icipicit optimistább vagyok, és ez nem a DK kontra többiek viszonya, hogy akármit mond most az LMP és a Párbeszéd, bocsánat tőlük, végül nem fognak egyedül elindulni, mert hát azt nem nézem. Már a 26-oson nem fognak. Nem, 26-ra majdnem. Hát az európai parlamenti választás. Én azt hiszem, hogy utolsó percben valamit kitalálnak, valami tömbösödés. Zöldként nyilván például, föl lehet hát lépni az európai választáson. Még az is nagyon kérdéses, mert ugye, hogy együtt van-e 5%-a például, hogy most nevén nevezzük a de pártokat. De külön-külön reményt. Igen, ráadásul ahhoz pártegyesülés is kell, mert ha két párt indít közös listát, az 10%-os küszöb, hát hol van az valahol kilométerekkel a fejünk fölött, már ezeknél a pártoknál, de ebbe kicsit a magamét is bele kell értenem. De valami tájékozódás egymás felé szerintem az EP választás előtt de akkor el ez fog indulni. Önpártjára is nagyon igaz, mert az MSZP is körülbelül ott tart a felmérések igen, szerint. Igen, icipicit jobban, de nem sokkal kivel, jobban. És kivel? Ideálisnak azt tartanám, hogyha a DK nem, amit az előbb elmondtam, ez 24-re vetítés, hogyha a DK nem akar még közösködni, akkor legalább a többiek legyenek együtt, ezt tartom ideálisnak, de jelen pillanatban reálisnak azt tartom sajnos, hogy a Momentum is önállóan akarja megméretni magát, mert ő, hát azért emberi számítás szerint nem tudom, hogy hányat, de legalább egy képviselőt a mai adatok szerint talán be tud juttatni. Tehát realitását annak látom, hogy a többiek fognának össze, csak itt az a
dilemma, amit már az LMP párbeszéd vonatkozásában említettem, hogy akkor ki kell találni egy választási pártot, mert a többiek összefogva 10 vagy pláne 15%-ot, hát hogy a jó égba érnének el. De ilyen politikai út van, hogy egy ernyőszervezetet pártként bejegyeztetve egy európai demokratikus pártot, mit tudom, én nem tudok neveket kitalálni, azoknak, akiknél iszonyatos kockázat, vagy amelyeknél iszonyatos kockázat, vagy még több is annál, ha egyedül indulnak. Valami, az mégse gondolom az összes, most megint így mondom, volt kollégámról, hogy mindegyik fejrejtett. Hát, nem fejrejtett, de nem lehet-e az, hogy ők azt gondolják, tulajdonképpen annyira nem lényeges a 2024-es európai parlamenti választás, hogy ne próbálnák meg, hogy kiderüljön, hogy mi tudunk-e 5%-ot elérni, vagy nem. És a 24-es eredmény majd kiózanító lesz 26-ra. De minket józanod ki magunkat? Ők fognak kiózanodni. Hát igen, mert a nagyobbak miért józanodnának? De nem lehet, a nagyobbak, a kisebbekre gondolok. Na jó, de akkor úgy gondolkodunk, hogy elébe kell menni a pofonnak, hogy majd mi saját magunk kiózanodjunk, mert ez a logika. Értem, és nem zárom. Ha nem fordul meg a fejükbe, hogy nem kéne a pofonnak előre elébe menni, akkor... Azt a részét azt én is félve, de föltételezni tudom, hogy úgy gondolják, hogy végül is az EP választás nem olyan nagyon fontos. Hát azon az egy képviselőn nem múlik Európa jövője, akit még ötödött. Csak az a baj, hogyha ezt gondolják, akkor tragikusan tévednek. Nem azért, mert az európai együttműködés jövője múlik azon, hogy még egy baloldali, vagy liberális, vagy zöld képviselővel több van, vagy kevesebb, hanem azért, mert annak itthonra az az üzenete, hogy ezek a pártok már nincsenek. És azzal az üzenettel neki menni a 2026-os választásnak, az egy újabb kolonca a bokánkra kötve, pedig van ott elég. Tehát ha szerintem azt gondolják, és ezt nem zárom ki, hogy nem olyan fontos ez az EP választás, rendezzünk belőle házi közvéleménykutatást, már igaziból nagy létszámon, nem mintha már nem volna elég közvéleménykutatási adat, akkor súlyosan tévednek, mert igenis belpolitikai lélektani következménye van az eredménynek, már pedig ha van baja az ellenzéki tábornak, akkor többek között az elkeseredettség és az ebből fakadó önbizalom hiány. Arra még rátenni egy lapáttal. Hát igen, és akkor még gondoljuk végig ezt, hogy éppen a szövetségkeresés felé megy a dolog, vagy ellenkezőleg. Itt van az erősödő, és nyilván a választók frusztráciájából is építkező és népszerűsödő kétfarkú kutyapárt. Lehet, hogy ő jut be. Igen, lehet, hogy bejut. Meg ott vannak a különböző apró ilyen, olyan, vagy levált, vagy éppen alakuló képződmények. Vagy a Jaka Péteré, vagy az Újhelyi Istváné. Igen. Hogy még egy MSZP-t is mondjak. Ezek, és azért ezek... a mi hazánkról se feledkezünk. Hát, de azt ne számítsuk, hogy elvisz egy szeletet, lehet, a választói. Inkább talán a Fidesztől viszel, és nem az ellenzéktől. Merjük remélni. De hogyha itt kialakul 7-8 ellenzéki csoportosulás, akkor nem tudom, merre van az arra. Egyelőre nem arra fele megy, amit én még nem a legjobb, de reálisan elérhető lehetőségnek, tehát kicsit ömbösödés kezdetének gondolok, még csak arra fele sem megy, ellenkező fele megy, az osztódás irányába megy, ez tényleg nyilvánvaló. És a kétfarkú kutyapártnak én nagy szimpatizánsa vagyok, a nagyobb unokám, meg a kisebb, és hát már a nagyobb az már az EP választáson választani tud, imádják a humorukat, majd még meg kell győznöm őket, hogy hova kell szavazni, noha én is imádom a kétfarkú kutyát, csak azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy lesz-e itt rendszer és kormányváltás, mégiscsak a két tömbbe rendeződni hajlandó pártokra adott szavazat válik értékessé, és ezzel semmi rosszat nem akarok a kétfarkú kutyára mondani, megvan a joguk, csinálják, de mit fog nézni a hazai közvélemény, ha valamelyikünk pártja azt hiszi, hogy majd azt méregetik, hogy hány százalékot kapott a be nem jutott
Párbeszéd, LMP, vagy ne adj Isten, MSZP, és ebben majd egy verseny lesz, hogy az egyik hármat, a másik kettőt, és ez olyan nagyon fölzaklatja a közvéleményt, ez tévedés. Egyetlen dolgot néz még a politika iránt érdeklődő, közepes érdeklődő ember is, hogy hogy áll az ellenzék és a kormányoldal aránya. És ha ezt a töredezettséget öngyilkos módon fönntartjuk, akkor a Fidesz képviselői száma az EP-ben nem csökken, hanem nő, mert hát a torta úgy oszlik, hogy a mi oldalunkon sok szelet elmorzsálódik, és hát akkor több jut arányaiban nekik. És ha valakinek akkor olyan illúziója maradna, hogy majd Európa és az Európai Unió végleg megelégeli Orbán politikáját. Nem is ez a dolga, de hát ugye látszik, hogy azt megelégelte, hogy milyen penetráns módon száll szembe az Unióval, és milyen módon építi le itt a demokratikus intézményrendszer, tehát csinál valamit, ez kétségtelen, de ha bárki azt várja, hogy majd megint megfogják, megindulnak testvéri tankok. Befejezik ezt a munkájukat, és ennek eredménye is lesz. Akkor egy 2024-es olyan választás után, amiben Fidesz tovább nyer, még nagyobb mértékben, mint eddig, akkor még ezt is feladják. Még az a legitimitás és az indok is elmaradt, hogy hát Magyarországon az ellenzéknek mekkora támogatottsága van, mintha ezt nem vennék észre. Pedig ennek már vannak jelei Európában és nyugaton, most nem azt mondom, hogy leírják az ellenzéket, de a 2022-es választás az mindazoknak is egy csalódás volt, akik azt hitték, hogy Magyarországon van egy erős és többségi demokratikus közvélemény rész. Tehát mi magunk, van olyan szó, hogy delegitimálni van, mi magunk, csak nem tudom még egyszer kimondani az a baj, mert delegitimáljuk magunkat, vagyis a saját külső-belső legitimációnkat. És itt még azt se lehet elmondani, mint a magyar választások esetén, hogy a választási szabályokat a Fidesz úgy alakította, hogy a saját magának kedvező legyen. Nem, hát azért kicsit úgy alakította, hogy egy nap van az önkormányzati választ, és ez zavar be a legjobb. Biztos, nem is kell mondani itt ETV közönségének, hogy ez miért zavaró, vagy hogy miért fogja azokat a Fideszben reményt látó félig meddig leszakadt társadalmi rétegeket mozgósítani az EP szavazásra is, mert hát már egy nap van, elmegy a polgármesterre választani, akik egyébként az EP választáson nem szoktak állást foglalni. Nem jó, hogy nem szoktak, de ez egy adottság volt. Ez nyilvánvalóan nem véletlenül az ellenzék kárára billenti el a dolgot. De hát azért, bocsánat, elvileg nem tudok mit mondani ennek a választásnak hát, gyakorlatilag a tisztaságára. Hát, ha az önkormányzati választáson az ellenzéknek együtt kell működnie, akkor még inkább együtt kell működnie ugyanazon a napon az európai választás. Tehát normális esetben nem kéne, hogy ebből hátrány legyen. A Fidesz jól ismerte az ellenzéki viszonyokat, tehát tudja, hogy az lesz belőle, de nem kéne. Ha esünk nélendénk, hát mit mondjak? Hát ebbe belekapaszkodnénk, ha az eszünknél lennék itt a beszélgetésnek a végén, fölolvasnék valamit, amitől talán ilyen jobb kedvel fog elmenni. Van egy ember, most még nem mondom meg a nevét, de biztos ki fogja találni. Idézek tőle. A kínaiak minden évben vezettek évkönyveket, amiket fontos feldolgozni. A hun filológiának rendkívül nagy jelentősége van. De a baskírokkal is kapcsolatba kell kerülni, mert az ős magyar nyelv és az altáji nyelvek közötti viszonyokat alaposan fel kell deríteni. Hát azt gondolom, hogy ez azért gondolom, hogy Matolcsi, mert neki nem, már... Kásler, nem bizony, Kásler Miklós, még jobb, akit most neveztek ki a Magyarság Kutató Intézet élére. Ez jó, létrehozta a Magyarság Kutató Intézetet. Majd ő lett egy kis Péter. Mert volt valami kis probléma Horváth Lugosi Gábor főigazgatóval. Hát akkor kellett a helye. Az volt a probléma. Akit szintén őt. Hadd védjem meg magamat egy mondat erejéig, hogy nem teljesen hülye vagyok. Már a Matolcsi föltételezésben. Ja, mert a japán pöttyökkel hozta össze. De volt neki közben másfél éve, vagy nem tudom mikor, egy hosszas nyelvfilozófiai tanulmánya, amelyben a magyar nyelvből azt mutatta ki, hogy a mellérendelő szerkezet
szerkezetek a nyelvben mutatják, hogy itt demokrácia van, mert hogy így tudunk, hasonlókat. Igen. Tehát tőle de is ez... kitelt már ilyesmi, de hát igen, jogos, ez Kásler. Igen, remek. Na de ebből látszik, hogy Orbán kikkel veszi körül magát. Igen, hogy még kettőre is tudunk tippelni, az ilyen őrületek. És bár nyilván a baskírokkal szavazatot nem lehet nyerni, de azzal úgy gondolja, igen, igen, hogy van egyfajta. Mi egészen különleges nép igen. vagyunk. És tartozunk valahova, de az igen. nem a nyugat. Igen. Ennek a sugallatnak van közönsége. Hát hiszen ezért is vagyunk tagjai a türk tanácsnak is. Hát igen, ez ugyanaz, egy kicsit őrültebben, vagy fantazmagóriákkal jobban telve, előadva, mint ez a turulvére, keleti rokonok, itt érezzük magunkat otthon, és nem Brüsszelben féle ismert Orbán szövegek. Ők tudják a történeteket és a meséket kitalálni igen. és előadni, és ez úgy látszik a társadalom életében fontos. Hát nem véletlenül a politikának az egyik ismert terminusává lett az, hogy narratíva, hogy ki tudja elmesélni, keretbe helyezni a történetet, egy ország, egy nemzet történetét. Nem tényleg az önostorozás szándékával befejezve a beszélgetést, hogy nagy baj, hogy mi ezt nem tudjuk. Már úgy értem, hogy az ellenzéknek nincs egy olyan egységes kerete, vagy pontosabban nem tudja sugalni, már csak a töredezettség és a 6-7-8 féle beszéd miatt sem, ami valamilyen értelmet és áttekintési lehetőséget ad a világ helyzetéhez. Orbán ezt tudja. Baromság? Bocsánat. Szóval sok... De van őrült beszéd, de van benne rendszer. Igen. Nekünk nincs rendszerünk. És ez baj, mert lehetne. Köszönjük szépen Lendvai Ildikónak, önöknek is köszönjük a figyelmet. A Bánó és Bolgár következő adásának vendége Holoda Attila energetikai szakértő lesz. Viszontlátásra.